17-en tették le ülnöki esküjüket a szexuális törvényszéken. Volt közülük, aki azt mondta, azért vállalta az önkéntes szolgálatot, mert az itt végzett munka közel áll a szakmájához, és érdekelte az új kihívás. Kapcsolódik a munkámhoz, könyveléssel foglalkozok, munkaügyekkel is, és ez jó iránymutatást adhat nekem, hogyha a munkaügyi problémával foglalkozok a munkám során is, és érdekel az ülnöki tevékenység. Az esküdtett bírósági ülnökök mostantól 4 éven keresztül a szexuális törvényszéken és a Tolna megyei munkaügyi és közigazgatási bírákon dolgozó bírók munkáját segítik. A törvényszékre kerülő ügyek közül a legsúlyosabbaknál számítanak rájuk a bírók. Olyan fiatalkorú ügyekben, fiatalkorukkal szemben indított büntetőügyekben kell az ülnököknek segíteni az ítélkezésben, amelynél a törvény 8 évi, vagy pedig annál magasabb időtartamú szabadságvesztéssel rendeli büntetni, tehát mondjuk a rablás súlyosabban minősülő eseteit, nagy Isten emberölés előkészülete, tehát az ilyen igen jelentős és társadalomra veszélyes cselekmények vonatkozásában tartunk igényt, és írja elő a jogszabály az ülnökök közreműködését is. Az ilyen fiatalkorúak ellen indult perekben csak olyan szakemberek lehetnek ülnökök, akik pszichológusok, pedagógusok vagy dolgoztak már gyermekvédelmi területen. Pedagógus, pszichológus, vagy pedig ilyen családsegítő végzettséggel kell rendelkezzenek, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, tehát igen kiemelkedő szaktekintélyek a mostani ülnökök, akik tudnak segítkezni a fiatalkorúakkal szemben indult büntető eljárásokban. Az ülnököket a jogszabályok szerint a területileg illetékes önkormányzatok delegálják. A szexuális törvényszékre ezért a Tolna megyei önkormányzat választotta ki a legalkalmasabb jelölteket. Örömteli látni azt, hogy mennyi önként vállaló van Magyarországon és itt a megyében is. Az önmunkájuk nélkül nem működne a rendszer. Jó a civil kontroll, jó az emberek szeme rajta van az ügyeken, így azonnal bármi, amely demokráciát sértheti, a törvényességet sértheti, vagy esetleg a jogállamiság határait feszegeti, azt azonnal tudják jelezni a szakembereknek. Kedden újra ülnökök esküdtek fel a szexuális törvényszéken. Toláczyné Varga Zsuzsannától egyáltalán nem áll távol a jogi környezet és a fiatalkorúak védelme. A szexuális humánszolgáltató vezetőjeként naponta találkozik olyan ügyekkel, amik gyakran sajnos a bíróságokig is eljutnak. Van egyfajta olyan felelőssége, hogy a közösségért, a társadalomért is mindenféleképpen vállal valamit, és azt gondolom, hogy én most pont abban a korban, vagy abban a periódusban vagyok, hogy mindenféleképpen tudok ilyet vállalni, és hát bocsánat, nem akarok szerénytelennek tűnni, de nyilván az embernek van valamennyi szakmai tapasztalata, amivel kapcsolatosan azt gondolom, hogy talán azt is tudom hasznosítani, és mindenféleképpen egy közösség javára fordítani azt. Úgyhogy igazándiból engem ez motivált ebben, hogy ez is egy kihívás, és hát én még így úgy vagyok vele, hogy nagyon sok mindent szeretnék csinálni itt a szakmai életemben. A szexuális önkormányzat most második alkalommal delegált bírósági ülnököket. A város polgármestere szerint ez az önként vállalt feladat különösen fontos a társadalom egészének szempontjából. Az ülnökök valahol a város közösségét képviselik, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen embereket delegál az önkormányzat például bírósági ülnöknek, de ami ennél talán fontosabb, hogy olyan szakembereket sikerült összeválogatnunk, olyan szakmákat sikerült összeválogatnunk, és ezen szakemberek a saját szakmáikban elismertek, amely jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a bíróság gördülékenyebben és szakmailag sokkal jobban megalapozottan tudja végezni a munkát, hiszen a jogi oldalról azt gondolom, hogy teljesen tisztában vannak mindennel. Mi azt tudjuk ehhez hozzátenni az ülnökökön keresztül, hogy tulajdonképpen akár szociológus, pszichológus vagy éppen tanárvégzettséggel bíró embereket delegáltunk, hogy tudnak egy kicsit hozzátenni még ahhoz az ítélkezési gyakorlathoz, amelyet a bíróság folytat természetesen. Nagy a felelősség, én azt gondolom, hiszen ezzel a döntéssel, amelyet egyhangulag hozott meg a város közgyűlése, áttestáltuk ezt a felelősséget rájuk. Innentől kezdve nekik kell ezzel élni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 4 évben már működött ez az ülnöki rendszer természetesen. Soha semmilyen fennakadás nem volt. Az a fajta küldetés, amelyet ők betöltöttek és beszerettek volna tölteni, hogy segítsék a bíróság munkáját, az teljesült. A most megválasztott bírósági ülnökök 4 éven keresztül látják el a feladatukat.